Thank you.
Akkor én szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia úgynevezett építész kerekasztal beszélgetéseinek az ezévi záró eseménye. Most egy teljes évad után vagyunk, ez nagyon nagy örömünkre szolgál, mert ezt nagyon bizonytalan kezdtük el ott az akadémián. Hát ez félig sikeres volt, félig kevésbé volt sikeres, de elindult, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dolog. Ennek az volt a célja, hogy az akadémián belül a különböző szakmák egy asztalnál és egy alkalommal mindig megnyilvánuljanak, és érdekes módon, hogy ez a harmadik zenei esemény, ami hát engem különösen nagy örömmel tölt el, mert mind a kettő előző volt egy Dukai Barnabásról szóló, és volt egy milyen Ádám? Kondor Ádám nevű zeneszerzőnek az este, és mindegyik nagyon jól sikerült. És azt gondolom, hogy különösen az építészek részére, ugye ismert okok miatt a zenének fontosnak kéne lenni, hogy fordítva így van, azt nem tudom, de reméljük, és akkor azt gondolom, hogy ez is nagyon jó lesz. Egy pár szót mondanék az elhangzott darabokról, amíg jöttek be, addig egy 50 éve írott darabot játszottam, aminek nem fontos, hogy mikor kezdődik, hogy fejeződik be, tehát egy ilyen nagyon szabad improvizációval és bizonyos meghatározottságokkal együtt előadható darab. A második darab, amit Klenyán Csaba klarinétművész játszott, az a Na Most című klarinét szóló darab, amit Haraszti István édeske kiállítására írtam 2009-ben, ha jól emlékszem, és ez most tulajdonképpen egy bevezetés lenne a most következő darabokhoz, hiszen mindegyik valamelyik általam nagyra becsült képzőművésznek a tiszteletére íródott. A székfoglaló, annak idején a Széchenyi Akadémia székfoglaló koncertjén elhangzott zongora darab Hence Tamás tiszteletére íródott, amit a Hence Tamás pápai kiállításán mutattunk be, vagy mutattam be, és ugye Hence Tamásnak volt pápai kötöttsége, nekem is van pápai kötődésem, és ez egy picit így összehozott bennünket ott. A címe az lesz, hogy Közjátékok esőre, szélre és harangokra. Volt egy történelem tanárom a gimnáziumban, aki azt mondta, hogy pápáról három dolog jut eszébe, hogy állandóan harangoznak, fúj a szél és esik az eső. Hát én nem vagyok ebben biztos, hogy sok időt tölthetett pápán, mert azért én emlékszem napos időkre is, de most nem is ez a lényeg, hanem Kollár Zsuzsa előadásában a 10 évvel ezelőtti film felvételét szeretnénk megmutatni.
Felkonferálnám a következő művet is, ami Jovánovics Györgynek lett ajánlva. Két klarinétra, amit Klenyán Csaba és Szűcs Péter előadásában hallhatunk, és zongorára Hargitai Leila előadásában. Majd a beszélgetés folyamán akkor úgyis biztos előkerülnek egy... Én nem mondanék többet. Thank you.
az élet úgy hozta, hogy nekem aztán rohanni kell át a Vármegye házára, ahol a Koncsátok szimfonikusok játszott a koncertet, úgy de egy picit nem tudok volna beszélni. Jó, köszönjük szépen. Én hogy mondjak valamit, hogy ez nagyon gyönyörű volt, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez a dolog úgy éreztem végig, mintha egy ilyen magas, gyönyörű hegyen de fölraktak volna, és fölsofolták volna a bendőmet, és végig ugyanazon a síkon maradtam volna, és egy pillanatra nem szűnt meg ez a feszültség. Ezt jól érzem, hogy ez egy ilyen darab? És van ennek struktúrája? Már olyan értelemben, hogy tehát nem éreztem benne ilyeneket, hanem csak ilyet. Hát ez most több kérdés volt. Hát a struktúrája az mindennek van. Tehát ezt úgy szoktam mondani, ha mondjuk tanítás közben is, ugye, hogy ha egy érzelmileg hozzáállunk valamihez, az akkor még annak tartódni kell valahogy. Ugye van a Szentpéter Bazilika hasonlatom, hogy az 500 éve áll, na most az csak azért, mert szép nem állna. Tehát ott pontosan tudják, gondolom, hogy ugye nem építésznek kell mondanom, hogy az hogy ki volt számítva mindenféle számítógép nélkül, és hogy milyen csodálatosan áll az az épület. Tehát az a struktúra, de az nekünk nem biztos, hogy mindig kell tudni. Arra én mindig törekszem, hogy ne legyen szájbarágos egy zene formája, hanem hát belülről dolgozzon. Ezt szó szerint kell érteni, hogy maguknak nem mindig kell tudni? Nem, a közönségnek nem mindig kell tudni. Nekem mindig mindent kell tudni. Én mindent el tudnék magyarázni, amíg... Hát még egy-két dologra már nem emlékszem, de az azt hiszem borzasztó unalmas lenne, hogyha én elmondanám, hogy miért vannak ott azok a hangok. De engem az roppantul érdekel, de arra mindig vigyázok, hogy ez ne legyen egy magán szórakozás, hogy én mindenféle... De egy csomó mindent... vázlatot írok, és annak a feléből nem lesz darab, hál' Istennek. De amikor maga írja, akkor maga tudja, hogy ennek ilyen érzelmi hatása lesz? Hát ugye a struktúrát is az szerint kell, hogy mit akarok. Tehát, hogy mi a zenei szándékom. De az nem... Hát azt ki pontosan, hogy ki mit érez, azt nem tudom, meg nem is szeretném tudni. Tehát én nagyon sok különböző véleményt hallottam már darabjaimról, és én ezeket nagyon élvezem. Belekérdeztetek? Egyrészt köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy ennyi. Bocsánat, elfelejtettem be, mutatni János Lajos író, most jelent meg egy fantasztikus könyve nemrég, csak is mellesen könyve, mondom. Kicsit innen fogok kérdezni, és a Zsófi arra is bátorított, és azért is mertem eljönni, mert hogy ilyen nagyon zene iránt rajongó, de laikus kérdéseim vannak. Ha kicsit az irodalom felől kérdezek, akkor azt úgy tudom az első kérdést feltenni, hogy csatlakozva ahhoz, amiről már beszéltetek egy kicsit, hogy hogyan indul el egy kompozíció, tehát hogy van egy úgynevezett zenei mondat, ami megadja a lendületet, a lehetséges a formának, mint szerkezetnek a lehetőségeit. Mennyire látható előre bármi? Mennyire van tele meglepetéssel ezt most? Igen. Értem. Szóval ez... Szalakvény hangosabban. Ja, bocsánat. Oké. Okay. Ez is működik, rendes? Na, majd felemeljük a hangokat, szerintem az menni fog, de... Jó, igen. Jó. Nem, egyrészt minden darab másként íródik, és hát van olyan, amelyik egy
Hát én nem is tudom, szóval most ezekre gondolkodtam, hogy ezek hogy írottak. Hát mondjuk nyilván a Csabáék szóltak, hogy a Jovánovics György születésnapja lesz Hegymagason, és hogy oda kellene írni egy darabot, és két klarinét az van, meg egy zongora is. És akkor, hát nem sokáig gondolkodtam, akkor két klarinétra lesz meg zongorára, ugye ez nyilván így van. És a darab címe egyébként azt hiszem nem hangzott el, Kőállom fehér. Ez ugye így önmagában nem létező szó, de a Jovánovics Györgynek a fehér szobrai, azok nekem nagyon tetszenek, és a kő és a fehér így ki van magyarázva, és hogy ennek, és egy, az a szó, hogy álom, az pedig egy ilyen, hát azt talán nem tudom, nem akarom magyarázni, talán abból egy picit volt egy ilyen álomszerűsége szerintem, de ez nem akart nagyon programzene lenni ilyen szempontból. Tehát én ezt... De mit jelent egy ilyen helyzetben az inspiráció? Tehát mit jelent az a párbeszéd, ami egy kortárs képzőművészeti életmű vagy alkotás, illetve egy kortárs képzőművészeti zenei gondolkodás között létrejön? Tehát, hogy Ezek érzetek, csak nem hiszem, hogy ha most itt megkérdeznék bárkit, hogy a fehérről mi jut eszébe, nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz jutna eszébe. Az nyilván egy tisztaság, a kő az nyilván egy főleg a darab elején egy ilyen nagyon éles zongora akkordok voltak, ami aztán fokozatosan elcsendesedett, vagy szóval megbékélt a kővel, és akkor hát... De mondjuk egy figurális képzőművészeti alkotás kapcsán is el tudnál indulni, vagy volna kedved elindulni? Tehát egy elbeszélő képzőművészeti alkotás kapcsán? Vagy pedig azért ez egy zárt alkotói... Igen. A másik zongora darabnak a végén volt egy nagyon nagy futam. Igen. Ami természetesen nem akarom a előadó érdemeit csorbítani, de ott nincsenek hangok, csak az van leírva, hogy amilyen gyorsak az amennyi hangot tud a aljától a tetejéig. És mikor ezt a Hence Tamás hallotta, akkor mondta, hogy ez olyan, mint az én képeim. Tehát, hogy ilyen de ebben. Akkor ez bizonyos szemben mégiscsak programzene valahol. Igen, de hát... Tehát ez nem akart egy kiállítás képei lenni ugye a Muszorszki alapján. De hát nyilván vannak, tehát egy korban élünk, vannak hazonos nyelvünk, és hát itt abban a pillanatban, hogy ez időben zajlik, tehát hogy a csak harmóniákat játszó zongora, és a hozzá viszonylag kis kötöttséggel követhető klarinét szólamok, azok nyilván egy egész más, de hogy ez most pontosan leképezi a Hence Tamás vagy a Jovánovics György, hát ezt nem tudom. De minden esetre Zsolt egy leképezése annak, ami benned megszületik, amikor találkozol ezek a műalkotásokkal. Igen. Nem? Tehát ahogy természetesen mondjuk számomra is, tehát egy picit, hogy érthető legyen a dolog. A klasszikus korszak, ugye mondtak, zseniális zeneszerző, de a legtöbb nem zseniális zeneszerzőnél az ember a korszak zeneszerzői hagyományait hallja. Ez jellemző a romantikára is. Na most itt van Zsolti, aki szerintem a világ egyik legromantikusabb kortárzenei zeneszerzője, kivéve, hogy nem szabad ezeket a romantikus attitűdöket az előadóknak megélni és használni. Ez hogy érted? Hát ez egy nagyon-nagyon absztrakt dolog, mégis a zenén keresztül, tehát azért hallottuk ezt az anyagot, tehát nálunk is kell egy iszonyatos önfegyelem, amikor játsszuk a hangokat. Az emberben benne lenne, hogy beleteszi ezeket az érzületeket, amiket generálnak ezek az akkordok. Ugye ennek van egy ilyen abszolút zene, tehát zenére és technikára lefordítható része, tehát mondjuk két hangot nem úgy kötök össze, hogy
hanem úgy, hogy hát ugye halljuk, hogy ez romantika. Na most a Zsolti zenéje az az érdekes, hogy, hogy az ember ezeket kikerüli, és maga a zene mégiscsak. Tehát a pasztelek, az akkordok, akár a szerkezet, ahogy beszélünk, amiről beszéltünk, tehát kiad mégis egy ilyen abszolút romantikus érzetet. Tehát abszolút nem egy ilyen valami mai álmot hallottunk itt, pedig azért mégiscsak az eszköztár, annak ellenére, hogy szerintem romantikus, mégiscsak egy abszolút 20.-21. századi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy most akkor hogy épít fölő valamit, először is az, hogy van egy nagyon erőteljes lelke, ami minden darabban megjelenik, tehát ha így nézzük, akkor van egy eszköztára, ami nagyon-nagyon hasonló, és mégis darabonként változik. De tulajdonképpen mégiscsak másfajta struktúrája, mint egy klasszikus zenének. Természetesen, de struktúrája mindennek van, igen. Tehát, hogy nem úgy, mint az építészetben, ahol azért a hagyományokhoz azért ragaszkodni kell, összedül egy ház, de legalább ezekhez a dolgokhoz, itt azért lehet teljesen másfajta is egyedi struktúrákat. És például, hogyha maga egy ilyen művet másképp játszik, teljesen másképp, mint ahogy a zeneszerző szeretné, vagy maguknak van egy ilyen megállapodás, vagy szokott maga persze, nagyon régóta dolgozunk együtt, tehát hogy ez a 20.-21. századnak az egyik nagy érdekessége, hogy annyi fajta egyéniséget ismer meg az ember, és annyi fajta dolgot jelent egy ilyen hang egy zeneszerzőnél, egy másik zeneszerzőnél, akár teljesen az ellenkezőjét jelenteti, más karakter, más szín. Tehát, és ez nagy szerencse, hogyha az ember ezekkel a szerzőkkel tud találkozni, és tudunk együtt dolgozni, és megértjük ezt a nyelvezetet. Ez, amit most mondod, hogy az a hang mást jelent, az például egy barokk zenében is ugyanez érvényes volt? Hát, hogy mondjam, a hang minőségére vonatkozik, tehát azért legyen az egy szép zenei hang, de hogy azt éppen hogy képezem, milyen hosszúra játszom, milyen tartalom van mögötte, amit elképzelek, amikor nem a szerzőnek az érzéseket. Akkor ez egy picit hasonlatos a középkorhoz? Egyébként bizonyos értelemben ilyen. Mert ugye a Gregoriánnál volt ez, nem a saját ezt ebben a könyvben olvastam, hogy a Gregorián idő volt az, amikor nem volt frontális a zene, hanem együtt énekeltek, és nem volt, egyrészt nem volt az a típusú tonalitás, mint most, hanem azonos értékűek voltak a hangok, és nem volt az az irányulása, ami egy klasszikus zenében, és most, ha az ember egy mostani zenét hall, ott is tulajdonképpen egy kicsit tétova, hogy viszonyuljon hozzá. Mert egy barokk zenében nincsen tétovasság. Ez annyira mondja, hogy merre van az út, hogy nincs az emberben kétel. Igen, de hát ugye kortárzene és kortárzene között is nagy különbség van, tehát hogyha az ember mondjuk olyan kortárzenét hall, ami másmódon nem hat rá, csak úgy, hogy mondjuk iszonyatosan fáj. Az is egy leképezése a világnak. Tehát hogyha nekünk fáj a mai zene, és most pont nem a Zsolt zenéről van szó, akkor az tulajdonképpen rólunk szól, és a mi felelősségünk, hogy ezen vagy változtatunk, vagy akkor elfogadjuk, hogy a zene ilyen. Hát, hogy azt akarja a zeneszerző, hogy fájjon. Mert nem mindig egy dolog. Hát, ha neki is fáj valami, mert nagyon rossz. Ha neki is fáj valami, akkor miért nem fájjon? Tehát, hogy valahol minden terápia az életben, tehát minden arról szól, hogy keresünk magunknak egy mankót, amivel aztán túléljük az életet. Nem? Tehát, hogy lehet az, hogy akkor író leszek, én egy ilyen izélet teszem fel az életemet, hallgatni már nem szeretem ezt hangszert, mert elkeseredek, hogy erre tettem fel az életem, akkor valaki zeneszerző lesz, mit tudom én, de szóval kellene ezek a mankó. És ha jól értem, akkor van egy olyan értelmezési lehetőség ennek az együttműködésnek, a zeneszerzőnek és a zenésznek, hogy ez egy szorosabb együttműködést kíván, tehát akkor bővítem a mondatot. Az interpretációknak a lehetősége, sokszínűsége, a megszólaltatásnak a változatossága, a szabadsága, az ebből a szempontból talán kötöttebb, tehát szorosabb együttműködést kíván az előadókkal a zeneszerzőnek a munkássága. Hát, bocsánat, még egy szóra átveszem. Szerintem pont ezekben a darabokban, tehát a Zsolt darabjaiban pontosan megvan az, hogy mit kell csinálni. Maximum nüanszokról van szó. Tehát nem kell feltétlenül és Shakespeare szöveg azért önmagát adja, de egy picit lehet így közelíteni. Vagy bizonyos szempontból a klasszikus zene. Igen, abszolút. Abszolút. Tehát, hogy igen, tehát bennem hogy valami kortársak nem szabad. Ez képződött le, hogy ez egy klasszikus zene. Abszolút az. Abszolút az. Értem. De aztán vannak olyan zeneszerzők is, ahol sajnos, hogyha már
az erőteljes személyisége és a zeneisége mondjuk nem lesz, amiatt, hogy már eltávozik az élet sorából, akkor nagyon sokszor veszélyes, hogy ebben 30-adjára kerül a életmű, ha csak nem sikerült már ezeket rögzíteni, meg olyan mondjuk előadókat kinevelni, akik aztán tovább viszik az életműbe. Mint ahogy egyébként a klasszikus zenében is, tehát hogy azért mondjuk Liszt óta azért van egy folytonosság mondjuk az zongorázásban, vagy nem tudom én, tehát hogy nem, ha jól tudom, akkor azért az ő visszavezethető. Bocsánat, nekem mennem kell, hogy a család majd innen átveszi a dolgokat, mert a rabszolga életet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogy ezt változtattam. Igen. Én föl szeretnék ebből a könyvből olvasni egy... Mondja meg, hogy nyitott. Ja, egy Umberto Eco nyitott mű. Ugye a nyitottság, ami manapság mindenre vonatkozik, már 100 éve, és ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni sokszor, de itt van egy annyira jó meghatározás, hogy kénytelen vagyok felolvasni. A zenei gondolkodásmód, amely abszolút pontos és abszolút átírható morfológiai és szintaktikai szabályoknak engedelmeskedik, mielőtt valamiféle titok talaja lenne az abszolút nyelvi tisztaság birodalma. A zenei gondolkodás minden másnál alkalmasabban mérhető, konkrét viszonyok terminusaiban történő strukturális elemzésre. Minden ritmusnak megvan a maga matematikai kifejezése, a hangfrekvenciák segítségével fejezhető ki, a harmónia viszonyoknak megvan a mennyiségük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a muzsika természetére irányuló kérdésfeltevésnek mindenképpen el kellene kerülnie a hivatkozást azoknak az érzelmeknek a világára, amelyeket maga a muzsika ébreszt a hallgatóban. Bennem mindig az a csodálat él, hogy tényleg tökéletesen anyagtanul le lehet írni egy muzsikát, és végül is majdnem ez a művészeti műfaj az, ami a legnagyobb vihart váltja ki az emberből. Hogy egyfelől nagyon-nagyon elvont, nagyon-nagyon kifejezhető, tehát az írás maga tartalmazza, és amikor megszólal, akkor pedig szerintem minden műfajnál jobban hat az emberre, és ráadásul mindenkire azon, attól függetlenül, hogy milyen nyelven beszél, vagy milyen a műveltsége. Ez nagyon szépen hangzik, igen. Szóval hát ez nehéz hozzátenni bármit. Nem, csak ez annyira... Igen. Szóval az, hogy itt próbálunk beszélni arról, hogy mi az, hogy fehér, vagy mi az a ilyen szikraszerűség a Hence művekben. Szóval, hogy tulajdonképpen nem, tehát ezen kívül, hogy egy-két ilyen látszólagos elem van, szóval nem kellene, hogy a szavakkal ez nagyon nehéz lenne pont szerintem, úgyhogy a zene ilyen szempontból sokkal alkalmasabb. És hát amit itt a Csaba mondott, én azt nagy örömmel hallottam, nagyon, nagyon jókat mondott és nagyon jó közöltenek. A szerzők általában a darabról és különösen a befogadás irányában nagyon hát szemérmesek. Nem csak én gondolom magamat így, hanem sok más kollégáról is, akinek a zenéket nagyon szeretem, hogy nem, tehát el lehet mondani egy csomó mindent, és kisebb, hogy egyáltalán nem arról van szó. Tehát, hogy elmondom, hogy miért így íródott, vagy miért így, na hát, Zakson, hát szóval, és tehát és van egy hatás, ami, ahogy az előbb is mondtam, talán, vagy nem igazán érthetően, hogy természetesen, amikor bizonyos struktúrákat az ember kitalál, akkor hátul az agyban működik, hogy mifelé akarok menni, tehát hogy mi az, amivel ezt létrehozom. Tehát minden darab valahogy másként készül, tehát hogy nincsenek olyanok, hogy egy skála, amit állandóan használok, hogy szóval nem tudom, ilyen legprimitív dolgok. Az a furcsa dolog, hogy például, hogyha valaki járatos a zenében, akkor ráismer egy Bach zenére. Akkor is, hogyha távolról hallja, tudja, hogy ez Bach. De valahogy mostanában ez nem így van, vagy így van?
Tehát, hogy a... Hát azért van olyan Corelli, vagy Vivaldi, vagy darab, ami úgy, hát úgy pár percre gondolkodom, hogy biztos, hogy Bach, vagy ez nem, szóval, hogy... Na most az, hogy nem, hogy egy, hogy a zeneszerzők nem hasonlítanak egymásra, hanem egy zeneszerzőn belül sem hasonlítanak nagyon a darabok egymásra. Na most például, amit itt hallottunk, ez a The című zongoradarab, amikor jött be a hallgatóság, akkor az szerintem gyökeresen más, mint az a zongoradarab, amit Kovács Zsuzsa játszott a Hence Tamás. Akkor másképpen kérdezem, akkor az a stílus, ami mondjuk a barokkban volt, vagy a klasszikában volt, az mégiscsak valamilyen úton módon egy valamiféle rendszerint készült. De mostanában ez megszűnt, nem? Tehát ez valahogy egyénekre bontódott, kifejezésekre bomlott, mert nincsenek. Hát még egy zeneszerzőn belül sincs. Tehát a maga zeneszerző társa, ha nem ismeri a maga darabját, ráismer, hogy maga csinálta? Hát ezt nem tudom, ezt meg kell kérdezni. De én már nem tőlem kell megkérdezni, hanem más kollégától, én, hogy ez hogy... Én ráismerek sokakra, de szerintem mindannyian, van olyan, például zsűrizés közben volt már olyan, hogy névtelen zsűrinél az ember mégiscsak kalandvágyó típus, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy hát ez kinek lehet a darabja, biztos kéne, hogy ismerjem. És néha egészen vad különbség. Tehát mikor kiderül, hogy kik írták, akkor mondom, ez nagyon nem találtam el. Miközben utólag rájövök, hogy talán tényleg van benne valami, hogy amire nem figyeltem. De én nem tartom azt fontosnak, hogy hát még azért a Bach zenében is azért, tehát egy passió, meg egy fuga, meg egy... Tehát hogy azok önmagukban is nagyon különbözőek, és simán keverhető Handel művekkel néha. Tehát nem, hát jó, nem annyira, de valami, tehát azért van ilyen kever, Telemann művek. Tehát, hogy azért ott vannak olyanok, nem mondom, hogy mindegyik, de hogy vannak olyanok, amik tényleg hasonlóak. Én azt hiszem, a kortárs zenében is van egy olyan nyelvezet, ami hát le akar szakadni valamennyire a tradíciótól. Na most, ha túl erőszakosan szakadunk le a tradíciótól, az általában nem szokott jó eredményt szülni. Szóval valamilyen módon aztán a Ligeti György mondta, hogy a tradíció az bennünk van. Tehát, hogy nem kerülhetem ki, hogy tehát a John Cage művei azok messze menően az Ives, Harry Cowell és többi mintára. Tehát az egy egyenes következménye, hogy olyan zenéket írt. De nem érzem fontosnak, hogy valaki bekapcsolja a rádiót és azt mondja, hogy hú, ez Seregi. Tehát én ezt nem érzem kulcsfontosságúnak. Hogy felfigyeljen rá, hogy hát ez milyen érdekes. Annak jobban örülök, ha ilyen esetleg előfordul. Nem biztos, de... Az mennyiben gondolható el, vagy feltételezhető? Én nekem vannak ilyen tapasztalataim, hogy ugye a modern művészetben a zeneértésben láttam olyan szakadásokat, amelyek nyomán, vagy amelyeknek a tapasztalata sokakat arra indított, hogy valójában ez egyre inkább egy ezoterikus irányba megy el. Tehát, mint hogyha a zenei műveltség, vagy zenei nevelődés, tehát az a bildung, ami hozzátartozott régen a humanista kultúrához, ott a zenei tradícióban, mint hogyha nagyobb hasadásokat szenvedett volna el, mint mondjuk az irodalomban. Én ezt nem érzem így. Még főiskolás korunkban volt olyan, hogy elmentünk egyetemekre játszani, még azt hiszem a Klenyánszky Tamás szervezésében, ilyen ifjú zenebarát, nem tudom, Laci talán emlékszel ilyenekre, és akkor volt, hogy nagyon olyan jó meglátásaik voltak az egyetemistáknak, hogy csodálkoztunk, hogy
tehát nem zavarja őket az, hogy nem ismerik az összes Bruckner szimfóniát, hanem az, hogy hallgatják, hogy mi történik, és arra reagáltak. És ez egy nagyon dopingoló dolog volt. És emlékszem, hogy a Sugár Rezső professzor a Zeneakadémián mondta, hogy óvatosan kell bánni így az egyetemeken, hogy először el kell vinni Bartókot, Lutoszlavszkit, és akkor folyamatosan. És hogy nem vittünk se Bartókot, se Lutoszlavszkit, semmit, vittük a saját műveinket. És olyan reagálások voltak, hogy szóval abszolút földobott minket, hogy milyen jó meglátásaik vannak. És ez nem változott ez a helyzet? Annyiban változott, hogy már nincs az egyetemeken ilyen kortárzene. Nincsen ifjú zene. Szóval sok minden nincsen, ami abban az időben nagyon... Hát meg az zenei stúdiónak volt egy hallatlan komoly... Igen. Kultusza tulajdonképpen, stb. Igen. Na most nem tudom, hogy azt hiszem gördüljünk tovább a műsorral. A következő ciklusban egy olyan... megakadtam a műsorban, egy műsorik valahol, nehogy rosszat mondjak, igen. Ugye tehát az elmúlt darabok azok a képzőművész, hát mondhatom talán barátaim, akiket nagyon tisztelek, képzőművészek, annak a tiszteletéri darabok hangzottak el. Most Csalog Gábor előadásában Albumlapok című zongoradarab fog következni, ahol öt imáron zeneszerzőnek a tiszteletére egy darabok vannak. Ha jól emlékszem, sorban úgy van, hogy Vidovszky László, ezek mind születésnapokra írottak. Vidovszky László szerintem... Így van a... Ja, itt van, akkor itt már ez mindjárt lehet. Tehát Vidovszky László, Dukai Barnabás, Sári László, Kurták György és Sári József. A felvételen nem játsza a Gábor a Jenei Zoltán tiszteletére írt darabot, mert ezen a koncerten, ahol volt egy ilyen 20 perces Jenei omázs volt, és ezért gondoltuk, hogy akkor a zongora darabok között azt nem játssza el. Viszont a jelen műsor szerkesztésében azért szerepet játszott az, hogy nem akartunk 40 perces darabokat bemutatni, mert hát azért az nem volna inkább többfélét és viszonylag rövidek. Hát persze valakinek a fél perc is iszonyatos hosszúnak tűnik, és valamikor meg elillan a másfél óra. Azt hiszem, hogy majd a következő darabot egy pár szót mondok utána, majd ha elhangzik ez.
köszönjük szépen. A következő darabot mindjárt így hozzá kapcsoljuk. Ez egy vokális mű lesz. Több viszonylag elszórt időben írtam ilyen pármondatos magyar költőknek bizonyos soraira, és többek között a Balassi Bálint egy vers, amelyik a Szép Könyörgés Kodály művel párhuzamosan írt Balassi több ilyen hasonló verset, és arra készült egy részletéből egy szólóének, és ami érdekes, hogy először egy kórus verzióban született meg, de ez Dobra János barátom a rádió kórussal adott egy hangversenyt, és akkor hát kérte, hogy írjak egy könnyű darabot. Na most hát ugye ez általában, amikor az ember komponál, nem azzal foglalkozik, hogy könnyű-e. Azért arra, hogy le lehet-e játszani, vagy nem arra, de hogy könnyű. De valamennyire mégis könnyűre sikerült, egy kánon tulajdonképpen egy dallamra. Először meghallgatjuk Horváth Mária előadásában magát a dallamot, és utána pedig a kórus változatát immáron kánonban. Thank you.
esetleg valami kérdés vagy. Nekem nagyon tetszett, és a kórus sokkal jobban tetszett, mint a szóló. Tehát nyilván nem is más, tehát más a célja, de ugyanazt éreztem ebbe a kórusműbe is, meg a három vagy négy születésnapiba is, hogy mintha minden történés egy ilyen horizontális síkon menne előre, amiben én tudok jobbra-balra, tehát hogy nem irányít engem annyira ez a zene olyan módon, vagy nem gátol meg, lehet, hogy azért, mert nincsenek tételek, ezt most nem tudom. Hanem egy, tényleg szokott magam ilyen tételes műveket írni? Tehát, hogy amikor első hát tétel, második... Az albumlapok, amit a Csaló Gábor játszott, azok tételek voltak. És majd még itt lesz még egy meglepetés, új darab, ami tételekből áll. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy nagyobb szabadsága van az embernek ezeknek a muzsikáknak a hallgatása közben, tehát jobban rám van bízva, hogy mire figyeljek, mint mondjuk egy akár egy reneszánsz vagy barokk zenénél. Ott mint hogyha az jobban lenne determinálva valami miatt, ezt nem tudom jobban megfogalmazni. Hát ha ezt így tetszik érezni, akkor már érdemes volt ezeket nekem megírni az érzésem, mert ennek én örülök, ha valaki így érzi. Na, nagyon jó. Igen? Nekem az jutott eszembe, a zongoradarabok kapcsán, és akkor külön választom a két kérdésemet. Nem először egyébként a kortárs vagy a modern zene hallgatása közben, hogy valójában mintha a csend története lenne újraírva. Tehát az az érzésem, hogy a drámai hangsúlyok azok a hangközök között vannak alapvetően. És amit a Zsófi úgy mondott, igen, tájékozott, ezt én kicsit most ilyen emelkedettebben így tudnám elmondani. Tehát, hogy ez van újra és újra megfogalmazva, hogy ez aztán tovább lépve az oratórikus vagy az énekelt művekhez, miképpen áll kontrasztban, és mennyire lehet azt mondani, hogy a modern zene mondjuk a Isten csendjének a története, illetve a megszólaltatott, énekhangon megszólaló mű, az mennyire az Isten csendjétől visszanyert időnek a története, ez már lehet, hogy picit misztikus, vagy hova tovább obskurus, de mivel szabadon ülök itt, és ami eszembe jut, azt mondom, ezért most ezeket a benyomásaimat, meg azokat a régóta visszatérő tapasztalataimat mondom most ebben a pár mondatban, hogy ez mit gondolsz erről? Hát, a csend az egy rettentő fontos dolog, nem csak úgy, mint a Cage 4 perc 33 másodperces csend darab, hanem szóval a tagolás, hogy tagolódik valami, az nem biztos, hogy csak motivikusan lehet, hogy bizonyos dallamok, hanem el lehet választani csenddel. Ez a még a két klarinétos darabnál ez biztos, hogy tehát ahol legváratlanabb időkben voltak nagyon hosszú csendek, aztán hirtelen beindult valami. De hát egy picit az élet is ilyen, hogy vannak nyugodt percek, aztán vannak kapkodósabb időszakok, és ha ezt egyensúlyban tudjuk tartani, akkor tulajdonképpen nyert ügyünk van. Mert soha nem lehet. Még egy dolog van, amit talán jelenlevő növendékeim talán unnak, hogy szoktam mondani, hogy az igyekezet a művészet megrontója, tehát ha valami nagyon akar valamilyen lenni. Tehát azt mindig én legalábbis próbálom azt, néha látszik, hogy talán van, de hogy az a fajta igyekezet, hanem a kitárulkozás, tehát hogy valami jelen van, valami megnyilvánul. Szóval ezek nekem mind sokkal fontosabb
magasabbak, mint hogy most hát valami nagyon beinduljon, vagy olyan bizonyítani akar valamit. Bizonyítani is a legszörnyűbb dolog a világon, hogy valamit bizonyítani. Maga másképp hallgat klasszikus zenét, mint a kortársainak a zenéjét? Nem, sőt. Nem? Sőt. A sőt, ez mit jelent? Hát, hogy a kortársban hallom a klasszikust, és a klasszikusban is hallom, hogy azt azért értem, mert sok Jeneit vagy Stockhausent hallgattam. De ez egy normál honpolgárnak nem pont ilyen? Az... Hát mindannyian mások vagyunk, hála a Jóistennek, szóval, hogy az minél több vélemény van, annál szívesebb. Igen, csak ez most egy ilyen fura helyzet, mert ez a mi szakmánkat is érinti, hogy az emberek zöme nem érti, és idegenkedik a modern zenétől. És hogy ez miért van? Hát egyrészt régen nagyon kis körben hangoztak el művek. Tehát a bizonyos kamarazenék, azok bizonyos úri, nehogy is a lapomákkor, vagy tehát egy kisebb társaságban hangoztak el. Hát a Máté Pasió, meg hát jó néhány darab, vagy a természet, vagy mű, hát nem darab, mű, azok természetesen nagy nyilvánosság előtt. Én nem hiszem, hogy a Máté Pasió, amikor először meghallgatta a lipcsei hívő közönség, akkor hát azt mondták, hogy ez aztán hajde. Szóval nem véletlen, hogy a Bach el is tette, hogy ez valami nem jó. Hát nem tudom, milyen lehetett az előadás, de lehet, hogy az is közrejátszott, de valamiben nem volt elégedett a Bach, ma meg hát egyszerűen oda vagyunk érte, és teljes joggal. Tehát nem tudom, hogy a Beethovennek állandóan mondták, hogy ez így nem jó. Ez megszokás kérdése is. De azért az egy differencia, hogy igen, ez valóban a hagyomány különböző, hagyománytörténet különböző lókuszaiban ez nyilván így van, amit mondasz, csak hogy aztán mégiscsak jött egy olyan időszak, amikor lett egy ilyen, ha úgy tetszik, egy széleskörű integratív, szélesebb körülön integratív zene hallgatási, vagy a zenéhez való hozzáférésnek az időszaka. Tehát amikor a Beethoven, hát most mondok egy ilyen nagyon közhelyes dolgot, vagy egy ilyen nagyon frivol történelmi példát, ugye 56-ban ugye akkor az Egmontot játszották folyamatosan. És az Egmont az nem csak azért maradt meg a fülekben, mert hogy akkor játszották, hanem az mindenki számára ismert volt, hogy az egy nagyon komoly jazzzene. Tehát, hogy akkor úgy kiszélesedett azért valami, és aztán utána valóban elvékonyodtak ezek az ösvények. Igen. Most azért az most nagyon messze venne, hogy a mai társadalomnak a leterheltségét, tehát hogy az nem véletlen, hogyha valaki 8 órás munka után, 2 óra plusz munka után főzni, takarítani, gyereket kikérdezni, tehát akkor még úgy beülök és meghallgatom bármelyik nagy szerzőnek a nagy művét a mai időszakból, és hát akkor bekapcsolja az ember és sorozatokat néz, vagy nem tudom miket, vagy sportműsort. Tehát nem hiszem, hogy bárki arra vetemedik, hogy akkor ő most kéne hallgatni egy Stockhausent. Hát, szólj nyugodtan, mondd. Valójában én azt beszéltük Zsoltal, hogy elsősorban a mi kettőnk kapcsolata okán cserélem majd Csabát, de azért hozzászólok egy picit, hogy szóval ami ugye a csend, meg amiről itt szó van a Zsófiára is reflektálva, meg egyáltalán, hogy szóba jött Beethoven, és azt gondolom a mai zenében, amit én hát kiemelten fontosnak tartok, és nem sokat beszélnek róla, nagyon sok az indokolatlan neurotikusság. Erről beszélni kéne sokat, mert hogy csak azért, mert bizonyos szerzők, és hát akik például megérték a világháborúkat, ugye valamilyen fajta életérzéssel alkottak,
többek között azzal, hogy megélték ugye a világháborúkat. Szóval az ott valahogy érthető, és ezek az iskolák azt gondolom, hogy nem biztos, hogy érvényesek kell legyenek a mai napra. Tehát például az indokolatlan neurotikusság az, ami örömömre hiányzik Zsolt zenéjéből. Tehát, de az indokolt nem. Hát vannak forte megnyilvánulások, szóval vannak forte pillanatok Zsolt zenében is, de hogy szóval kifejezetten ugye a hangokra figyel Zsolt, és hát ha akkor itt most elárulunk, vagy felfedjük, hogy nekem ugye mesterem volt Zsolt, szóval hogy az érzékenység, ugye egyik hangról a másikra, hogy hogyan tekint az előző hang a következőre, és vissza a következő az előzőre. Szóval hogy ez egy nagy, én azt gondolom, hogy a zeneszerzésben elengedhetetlen a struktúra mellett a fül munka, és hát ebben nagyon sok hiánypótlásra volna szükség, hogy egyszerűen úgy, ha már valaki zeneszerzést tanul, akkor úgy vagy amódon picit egyengetni az útját, hogy figyeljen oda arra. Szóval ne szeressen rögtön bele minden hangba, hanem figyeljen meg, hogy az egyik hang a másikhoz hogyan viszonyul, akár struktúrán belül. A struktúra és a fülmunka az egy egymásnak feszülő dolog, az nem egy azonos... Nem. Pont, hogy nem. A struktúra egy adott lehetőség, és a fülmunka az elengedhetetlen. Én így gondolom, elengedhetetlen. Ez nagyon fontos. Úgy tudom, Stravinsky mondta, hogy a szerzők ilyen-olyan módon komponálnak, de a fül igenli azt. Tehát, hogy természetesen, hogy állandóan a kontrollat van. Tehát az nincs olyan, hogy én milyen darabot írtam, tehát ilyen nincs egy rácsodálkozás, hanem azt mindig az ember tudja, hogy miért írja. Tehát, hogy egész, meg, tehát engem nem lepnek, amit írok. És ha már itt tartottunk ennél a kifejezésnél, tehát a Beethovennél valahogy minden, hát idézőjelben neurotikusnak mondott pillanat, vagy legalábbis intenzív, hirtelen bejövő intenzív pillanat, mindegyik indokolt. Tehát ez az, amit nagyon sok zeneszerző nem ért, vagy nem jó, vagy nem kezeli megfelelő helyen ezeket a zenei megnyilvánulási formákat, hogy egyszerűen szóval csak azért, mert nagyon sokan a 20. században elkezdtek mindenféle hajmeresztő, megdöbbentő, egyébként néha jogosan megdöbbentő dolgokat írni. Ez nem kell feltétele legyen annak, hogy vagy nem kell egy olyan, nem is tudom, jövőt magunk elé idéznünk, hogy akkor innen lépünk tovább, hanem ezt el lehet hagyni. Én annyiban egy kicsit védelemre kelnék a neurotikusok nevében, ami, tehát miután semmi közöm hozzájuk, tehát bátran védhetem őket. Tehát, hogy van olyan helyzet tényleg, hogy kikívánkozik valami olyasmi. Tehát én azt elfogadom, ha én mondjuk általában, mint ember, például ha valahol hisztis helyzet áll elő, én egyszerűen nem tudok mit kezdeni vele, mert nem értem, hogy miért kell a plafonon lenni ezért, vagy azért, vagy amazért. Mint karmester például életemben azt hiszem kétszer ordítottam. Igen, de ha indokoltak. Pistát látom, ott a mosolyog, ott volt a Lukács házi Pista. És tehát olyan, hogy... Csak akkor miért ordítottam? Egész pontosan azért, mert nagyon szűk próba lehetőségben állandóan a valaki akadályozott abban, hogy... Tehát az egyiknél egy olyan volt, hogy egy Kurták darabnál, hát egy hegedűs mondta, hogy ezt a ritmus nem igazán érti. És akkor már lement 8 próba, tehát nem, és a Kurták darabok nem a hosszúságukról híresek, tehát ez egy 10 perces darab sem volt, és rengeteg próba volt rá. És
elkezdtem nézni, hogy hát ez nem megy, még mondjam el. És akkor elmondtam neki, és abban a pillanatban oda néztem, mikor mondom, és elkezdett a másik zenésszel beszélgetni közben. Szóval egyszerűen nem is tudom, olyan még sose volt, elöntött. Hát aztán ott akkor mindenfélét mondtam, családi vonatkozásban, hitéleti, szóval minden, ami előjött a 18-as karikával bezárólag, és hát mit tudom én, kegyetlen nagyot csaptam rá. És az volt az érdekes, hogy gondoltam, kész, ennyi volt, 8 próba megvolt, ő elmegy, már nincs tovább, akkor azt mondjuk ezt a darabot. Erre összeszedte magát és elkezdett játszani, és én napokig nem tértem magamhoz, hogy nekem ki kell vetköznöm magamból, és akkor rögtön tudja, hogy mit kell csinálni. És hát azért lehetőleg kerülöm ezeket a helyzeteket. De van, amikor a helyzet nem kerül téged. Hát igen, igen, de azért bármilyen szituáció volt később, bármilyen nagy zenekarral vagy valami, szóval próbáltam ezeket a... De nem is emlékszem, hogy zenészek például egy zenekarban, ahol hát lehet, hogy néha vágtak arcvonásokat, hogy mondják ezt, hogy szapofákat vágtak, de nem éreztem, hogy valamit, nem nyomozhatom ki, hogy most miért néztél úgy. Hát lehet, hogy tudom én, eszébe jutott, hogy valami családi dolog vagy otthon. Tehát azért mondom, hogy mindenkinek engedem, hogy egyfajta toleranciával elnézem a dolgait. De amikor ennyire élesen és feszült helyzetben valaki ilyen módon viselkedik, az ellen rettenetesen föl tudok pipulni. De tényleg nem is tudom, vagy szóval néha szoktam így hangosan, hogy van-e hangom, hogy tudok-e hangosan beszélni, de végül is tudok. Tehát nem akarom bebizonyítani sem mindenkit, nyugodjon meg. De az egy indokolt pillanat, szóval volt ott egyetlen. Igen, persze. De csak úgy üvöltözni nem szoktam. Tehát megyek az utcán és csak úgy elkezdek üvöltözni. Ez mindenképpen szóljatok, hogyha ilyen lesz. Nem, de a nyugalom az egy nagyon intenzív dolog. Tehát egy nyugalomban lenni az rendkívül intenzív dolog. Tehát ezek mesélnek magáról, ezek a darabok. Ezek pont olyanok, mint amit most mondtam. Hát igen, az azért jó, hogyha nem mást mondom. Na most menjünk tovább egy picit. Még majd esetleg ugye az életem egy nagy részét tanítással töltöttem, ami hát nyilván családi vonatkozási szüleim pedagógusok voltak, és hát nyilván engem is érdekelt ez, és a fiam is tanít, tehát tovább adódik, és ezt szerettem nagyon csinálni. Nagyon jó volt fiatal kollégákkal úgy dolgozni, hogy tényleg egy ilyen beszélgetés volt. Zeneszerzés tanított? Azt is, igen. Néhányat itt is ülnek. És még mit? Hát mindenféle tárgyat, Palestrina ellenpontot, avval kezdtem. Aztán romantikus hangszerelés, 20. századi hangszerelés. Stílusgyakorlat. Klasszikus stílusgyakorlat. Szóval mindenféle volt, rengeteg fajta, elég fárasztó volt, de nagyon érdekes. Tanult a tanítványaitól? Én rengeteget. Rengeteget. Tehát karmesterként a zenészektől tanultam rengeteget. Tehát nyilván az ember egy alappal megy, és a zenéhez való közeledés, tehát hogy lehet másként is látni a zenét, mint én, és ez mindig olyan jó szembesítés. Arra sose lettem volna büszke, valaki olyan zenéket ír, mint én, lehet, hogy azért írok különféle darabokat, hogy nehogy hasonlítsanak, hogy akkor legalább nem... De én nem akarok különbözőket írni, ez valahogy úgy jön, hogy amivel elkezdek foglalkozni, az egyszer csak más lesz. De valakinek meg ugyanúgy olyannak tűnik, ha aztán külön sere is. Mit tudom én, mi az, hogy sere is? Nem tudom. Nem, és ha valaki tudná, akkor ne is mondja meg nekem, mert azt én nem... Hát így ez...
hosszú érzékeny hangok, de sok szerzőnél van, úgyhogy... Persze, azért próbálok elbújni a sok szerzőnél. Mikor írt a legelső darabját? Hát... Ez nem elég eljátszhatom. Nagyon jó. Szerintem nem megerőltető hallgatni, de nagyobb szellemi örömet szerintem nem okoz. Bármit eljátszanál abban, amit életedben csináltál? Nem. Próbálom elfelejteni mindig, amit írok. Néha szembesülök vele, mint most is, hogy meg kell hallgatnom régi darabokat. Mit jelent, hogy próbáld elfelejteni? Nehogy az legyen, hogy most valami, hogy megtetszene, az jó volt, akkor azt még lehetne írni. Tehát, sőt, hogyha picit felvetődik, hogy ilyen már volt, akkor ki is. Na most óvatlanul persze csomó minden hasonlít, mert nem tudom kikerülni, de hogy nagyon nem... tehát, hogy bizonyos hangok... tehát volt a 60-as években egy ilyen ta-ta-ta-ta, ilyen kis mozgású, és akkor azt a szerző azt gondolta, hogy ez most az ő egyénisége, és akkor minden darabban benne voltak, az ember vakarodzott, hogy jaj, nekem már megint. Tehát, hogy semmit nem mond, csak egy ilyen külcsín. Tehát ezek nem nagyon érdekelnek. És a tanításoddal kapcsolatban nyilván nehéz ilyen önreflexiós diskurzusba keveredni, de hogy ha mégis valamit tudsz erről mondani, hogy mi volt a sajátlagos, de lehet, hogy akkor inkább téged kérdezlek. Tehát szerintem az érdekes lehet, hogy mi az a vonalvezetés, vagy mi az a stílus, vagy mi az a láger, vagy mi az a szemlélet, vagy mi az a légkör, ami a serének az óráit meghatározta. Kimenjek, vagy? Hát sok mindent mondhatnék. Ugye arra nem készültem, hogy tömören két mondatban, csapongjon pár dolog között. Az biztos, hogy szóval egyrészt, ha valakit, tehát hogyha akarhat valakiben Zsolt, szóval érdekelte Zsoltot a személyisége, ott végül is a végsőkig belement a lelki világába, és én ezt azért értékeltem, mert tulajdonképpen, ha jól emlékszem, én voltam az első olyan tanítvány, akivel elejétől a végéig, ugye Tamás a negyed évben csatlakozott, és többi növendékek, mint a későbbi években, és hát ilyen szempontból mi egy próba voltunk egymás számára. Szóval, hogy... De ez mit jelent, belenézett hogy ne belement a lelkébe? Tehát az most... Hát... Úgy gondoljam, hogy ez a léleknek, vagy a lelki világodnak a zenei, mondjam, örvényeibe, vagy fény és mélypontjaiba, vagy pedig ez tulajdonképpen egy olyan pedagógiai módszer is volt, ami a legközvetlenebb beszélgetések személyes lehetőségét is kinyitotta, és lehetőség szerint a két fél igényei szerint eddig vagy addig elment. Tehát, hogy ez mennyire egy ilyen pszichológiai játszma, mennyire a zenei érzékenységnek a lelki rétegzettségére figyel. Hát szerintem mind benne van, pszichológiai játszma is, bizonyos pontig, amíg egymással nem találunk, addig mindenképpen egy érdekes játszma, egymás pszichológusai vagyunk olyankor, hogy nem engedte Zsolt, hogyha valami baromira ki van találva és megmagyarázva, hogy azt csak azért elfogadjuk, mert ki van találva és meg van magyarázva. Ha egyszerűen nem működik zeneileg,
akkor fogadjam el és dobjam ki azt az oldalt. De ez azt jelenti konkrétan, hogy maga írt egy darabot, amit ő korrigált? Vagy ez mit jelent hát ennek a koreográfiának? Hozzászólok, talán igen, így lehet mondani. Bocsáss meg csak, hogy tulajdonképpen van egy szomorú apropója, amit most mesélek, hogy én úgy gondoltam, mikor még kezdtünk beszélni, hogy az én első zeneszerzés tanáromat ide meghívjuk, hogy beszélgessünk, és ez Fekete Győr István volt, aki sajnos néhány hete meghalt. És önálló volt egy ilyen módszer, hogy elvittem neki egy darabot. Hát a Győri Konziba jártam, és ott még nem az volt, hogy laptopon visszük a darabot, hanem ott voltak zenészek, és akkor ott előadtuk a darabot mindig. És meghallgatta a Fekete Győr tanár úr, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon jó. Hát itt van ez a 8. és a 10. ütem, ez hát ha itt nem tudom, itt valamit mást kellene csinálni, hogy akkor azt lehetne, hogy a jövő héten akkor azt hozzád be. Jó, hát megbeszéltük, bejöttek a zenészek újra, kijavítottam. Hú, nagyon jó. Na most hát itt tulajdonképpen a 4. ütemnél is volna egy. Szóval előbb-utóbb a darab teljesen átíródott. És mindezt abban a tudatban, hogy ez úgy jó, ahogy van, csak az egy pici nem jó. Na most ez tanításkor nekem sokszor eszembe jutott, hogy nem szabad a lelke. Tehát mi ez a hülyeség? Szóval ezt ilyet nem lehet mondani egy növendéknek. Néha persze az ember magában ezt eljátszhatja, de nem, meg kell találni, hogy miért érzem úgy, hogy az nem jó. És nem akarom megmondani, és csak meg kell mondanom. Szóval nem hagy, mert akkor azt mondja, miért nem mondtam. Tehát muszáj volt, tehát nem durván, meg szóval barátságosan természetesen, és nagyon tényszerűen, hogy vajon mi lehet az oka. Néha hosszú percekig kell nézni egyet, hogy mi a fenét érzek én itt egy olyat, ami nem, valamitől akar. És ilyenkor egy tanár biztos benne, hogy neki van igaza? Nem, én mindig mondom, hogy én amit mondok, azt azon gondolkodjanak, és ha igaz, akkor cseréljék. Ha úgy érzik, hogy nem, akkor meg mondják el nekem, hogy miért van nekik igazuk. És ez elmondható? Hát ez annyira szakmai, szükebbet szakmai. Hát valahogy el lehet talán. Ugye zenéről beszélni az a világ legszörnyűbb dolga, mint ezt ugye itten órák óta ezt demonstráljuk. Szóval, és valamit meg lehet, ugye azért itt nem, tehát itt konkrétan hangokról, tehát hogy nagyon sok olyan dolog van, tehát azt nem tudom, hogy az irodalomban előfordul-e olyan, hogy ebbe a mondatban sok az A betű, és akkor szerintem bizonyos tekintetben lehet ilyet mondani, de akkor nagyon sok A betűnek kell lenni annak abban a mondatban. Meg amit mindig mondani szoktál, hogy a Stravinsky azért nem tanított zeneszerzést, vagy legalábbis ő azt mondta, hogy azért nem teszi, mert hogy mindig azt tudná mondani, ahogyan ő csinálná. És igen, ilyen módon ez egy nagyon kényes terület a de ugyanakkor meg az, hogy szóval rámutatni arra, hogy valaki eltalál egy folyamatot, vagy egyszer, szóval a hangok összefüggését elkezdi jól feltérképezni, megérezni, stb. Az elengedhetetlen. Szóval ennélkül nagyon sok önjelölt zeneszerző van, akiknél végül kisül, hogy jól tette, hogy írogat zenéket, és nagyon sok önjelölt zeneszerző van, akiknél pont ez hiányzik, hogy egy picit valaki, ha legalább elmondta volna, hogy... És tulajdonképpen hadd egy mondattal még hadd zárjam le, mert még nagyon, hát órákig lehetne erről beszélni, de hogy ha egy darabban egy tanár nem látja meg azt, hogy itt valami nagyon erősen mozgatta az ifjú szerző, de akkor nem lehet hozzászólni. Tehát azt látni kell, hogy igen, ez nagyon tehetség, hát ez nagyon jó. Nagyon jó. És valami szerette, igen, így van, lehet, így van. Tehát, hogyha a szerzőben látom azt a szándékot, hogy őt érdekelte ez a dolog, és valamit ki akar találni, és ha még valami ügyetlenség is van benne, vagy valami, sokkal nagyobb öröm hozzászólni, mint hogyha odahoz egy olyat, amilyet itt percek alatt a
Ez nagyon-nagyon igaz, én nagyon-nagyon régen tanítok, és első 5 percben, az első skizből meg lehet látni, hogy ebben van-e poén, vagy van-e poétika, és érdemes is. Azoknak a gyerekeknek, akikből ez hiányzik, iszonyú nehéz megmondani, iszonyú nehéz utat mutatni, mert süket. Az építészetben is kell hallani? Ajaj. Mert a zenében is kell építkezni. Igen, igen. Na, szóval a következő ciklusunk az valamennyire a tanításról szól még. Az első a darab az a címe, hogy You Leila. Ennek az a története, hogy Hargitay Leila a elmélet növendéken volt a Tóth Aladár zeneiskolában, és már később több módon dolgoztunk együtt, és mondtam, mondta, hogy írjak neki egy ráadás darabot. Na most egész életemben, nem tudom, 80-valahány darabnál ráadás darabra, tehát azt nem írtam ilyet, hogy direkt, hogy ráadás darab. És akkor mondtam, miután ő Amerikában ment a Carnegie Hallba egy versenygyőztes gála koncertre, és ott mellette lett volna egy másik koncert is, és oda kellett volna egy... És akkor hát én mondtam, hogy ez izgalmas téma, én akkor írnék egyet. De közben itt a fugába ment a Júlia című darabom, ami Petőfi szövegekre és Szendrey Júlia szövegekre íródott. És hát már elhívtam, hogy akkor hallgassa meg. És mondta, hogy hát nem tud, mert valami ütközés volt. És akkor hát úgy viccesen mondtam, hogy persze, ha nem Júlia lenne a címe, hanem Júlejla, akkor biztos eljönnél. És mondja, na hú, ez milyen jó cím. Egyrészt biztos, hogy nem írt még előttem senki ezzel a címmel darab. Szonáta már volt. Tehát ez. És itt ez 3 tételes darab lesz, amit Leila fog játszani, és hát tulajdonképpen annyit mondom, és ez kvázi ősbemutató lesz, így mondhatom, hogy tehát, hogy azért a mai este nem újjon el. És akkor még egy kis részlet lesz egy gyermekoperámból, ami a másként kapcsolódik a tanításhoz, hogy a zeneiskolásoknak egy mese alapján írtam egy gyerekoperát, amiben nagyon sok gyerek szereplő is volt, és egy olyan jelenetet szeretnék megmutatni, ahol hát talán egy picit a történetbe is bele kell menni, hogy ez arról szól, hogy hát nem tudom, lehet, hogy ezt majd közvetlenül te mondanám el, mert ez egy pár mondattal hosszabb, és a zene az nem olyan hosszú, de hogy megértsük, akkor ahhoz lehetne. Akkor most hallgassuk meg a Jó Leilát Hargitay Leila előadásának. Thank you.
Tehát mondjuk ugye ráadás darabot úgy játszani, hogy három hang legyen csak benne, vagy négy fél órán keresztül, mondjuk, tehát ez kizár. Tehát így vannak a ráadás darabnak is valami olyan hát idézőjelvetett követelményei, hogy hát egyfajta közeledés legyen egy zongora, technikailag is legyen benne egy-két olyan rész. Azt hiszem sikerült egy-két szenvedő pillanatot csinálni, de ezeken nagyon jól lett az akadályt Leila. A következő darab az, amit most záróképpen szeretnék bemutatni, az egy mesejátékból készült kamaraopera gyerekeknek, ezt már az előbb egy pár szóban mondtam, Cicó Attila írta a szöveget, és arról szól, hogy vajon a muzsika kell nekünk, vagy az, hogy az államkassza mindig tele legyen. Tehát ismerünk olyan helyzetet, ahol az államkassza sincs tele, meg muzsika sincs, de ez itt még volt muzsika, és az államkassza hiányos volt. És azt a könyvelők azt javasolták a királynak, aki ugye király, az mindig kell egy mesében, és hogy akkor küldje el a zenészeket, mert akkor rögtön lesz pénz fűtésre, mindenre, és hát nagy nehezen a király erre rászánja magát, és van egy okos kis macska, aki hegedűjével agitálja a királyt, hogy hát ezt nem kéne csinálni, de akkor ő is elbúcsúzik, és ott hagyja a királyt. És akkor a történet második része, hogy most már van minden fűtés, de mindenki szomorú, mert se tánc nincs, se zene, semmi nincs. És akkor visszajön ez a kis hegedűs macska, és elmeséli, hogy hát világban járt sokfelé, mindenfélét látott, és most hát egy megoldás van, hogy a könyvelőket tanítsuk meg zenélni. És akkor, hát hiszen a számokról van szó, tehát abszolút zenei dolgokról van szó, biztos fogják szeretni, és így is lesz, nagy nehezen megtanulnak zenélni, mindenki örömmel, tehát egy happy end-el végződik, ami hát egy mesénél általában nem olyan rossz dolog. És ebből egy olyan részletet szeretnék bemutatni, ahol ezek a könyvelők, vagy számtartók, ahogy ezt itt ott írták, hogy tehát így hívja a mesekönyvbe az író, azt számolják, hogy mennyi pénz van, és akkor egyre több pénz kerül elő, és egyszer csak azt látják, hogy hát ez... Hát akkor most miért csökken? Most már megint csökken, és hogy állandóan csökken, és számolnak. Az volt a gyerek opera egyik, hogy egy reszkírozást csináltam, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, ezeket olyan hangközökben is van, tehát egy kis szekund, nagy szekund, tehát hogy mindig táguló hangköz. Most ha valaki otthon ezt kipróbálja, akkor előbb-utóbb ezek ismétlődnek, tehát nincs végtelenségig tágulási lehetőség. Meg hát ha énekelnek, ugye hétvonalas oktávot már nem tudunk, tehát mindig le kellett hozni. De hihetetlen, hogy a gyerekek hogy tudtak ilyen kvázi atonális környezetben, ami persze van egy cisz hang, ami tonalitást jelent, de azért az nem végig van, és nem úgy. És tulajdonképpen meg tudják oldani a gyerekek is a legfurább dolgokat. Az opera egyébként is olyan kihívások elállította őket, amit én gondoltam, hogy az életben nem fognak tudni megcsinálni. Persze ez nem ez volt a célom, de hát úgy aggódtam, és nagyon sikerült elérni velük egy nagyon jó szintet. Na most ebből ez a számoló kórus fog megszólalni. Maga tanította be őket? Hát én ott voltam, nem én vezénylem, a Héja Benedek vezényli a Tóth Aladár Zeneiskola zenekarát, és a Tóth Aladár Zeneiskola hegedűsei, énekesei, és három szobista, Bánki Mátyás és Kis Ferenc.
Ja, és maga a legfontosabb szereplő az Iczés Klára volt, a macska, és aki hegedült. De hát most még elég fiatal vagyok, úgyhogy még remélem, hogy egyszer, még egyszer elő lehet adni valamikor. És sokan kérdezik, hogy mikor szólal meg még egyszer. Ezekre mindig nagyon egyértelmű választ szoktam tudni adni, hogy nem tudom, hogy ez pénzkérdés, mint majd az operából kiderül. Igaz, igaz, így igaz. Joachim, tisztít vezess elém a számtartókat. Hogyan tartják meg a számokat? Joachim, Joachim, tisztít, tisztít! Hot.
nagyon jó végszó volt. Szeretne még mondani valamit? Várjuk. Kérdéseket? Hát valaki azt mondja, hogy nagyon jó végszó, arra nagyon nehéz azt mondani. Hát még nagyon sok mindez. Nem. Ha valakinek bármilyen kérdése van, vagy olyan, ami... Akkor visszafonom a végszót, ott már. Nekem nem kérdésem van, inkább egy gondolatom, amit megfigyeltem itt a dolog során, bár elkéstem, elnézést kérek. De szóval a darabok, főleg például a zeneszerzőknek ajánlott darabokról jutott ez eszembe, hogy fantasztikus ebben a zenében az, hogy egyrészt gyönyörűek a darabok. Tehát a hangzás az rendkívül áttetsző, rendkívül elkerülik, hogy mondjam, fogasztható. És ugyanakkor minden darab egy világ. Tehát, és ez érdekes volt, mert az, hogy Vinovszky Lászlónak, vagy hogy Sárny Lászlónak, vagy hogy egyet, és ebből, tehát erre egy módon lehet válaszolni, úgy, ahogy a Zsolt tette, tehát, hogy ezek az emberek, ezek világok. Tényleg. És a Zsolt is ugyanezt tette, tehát amikor egy darab elkezdődik, akkor ő bele tanulálja magát, a létét egy ilyen világba. És valóban fantasztikus az, hogy az egyik darabról a másik, túl a másikig. Tehát igazából nem érzek kapcsolatot, mert van kapcsolat nyilvánvalóan. Csak nem ismétli önmagát ilyen szempontból. Tehát minden darab olyan, mint amikor a hírak lépnek, az egy másik folyó. Tehát, és ez is most ez az opera részlet, ami itt felmerült, ez is tele van ötlettel, tele van egyfajta hangzással, tele van ennek a legmélyebb, hogy mondjam, rétegi való szivacsként való lereagálásával és minden az ujjába belebújással. És hát ezek gyönyörű pillanatok, vagy hogy mondjam, meghosszabbított pillanatok, amelyek nem mindegy, hogy egy órát tart, vagy csak két percet. Szóval köszönöm. Köszönöm. Volt egy mondásom, amit hát nem szoktam ilyen mondásokat gyártani, de úgy néha elő, hogy ha már csak egy pillanat, akkor legalább tartson örökké. Szóval ez mondjuk egy ilyen ars poetica is talán lehetne. Hát nem tudom, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy eljöttek az ilyen hétközi estén, és ha valaki hát az éhhalál közelébe jutott, akkor egy kis meglepetés, ételezés, italozás az utolsó asztalnál, kérem, hogy fogyasszák egészséggel, és akkor még akár beszélgetni is lehet, de nem fontos beszélgetni, enni kell és inni, és nagyon köszönöm, hogy... Mi köszönjük nagyon. Köszönjük.